Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket itt az egynapos zen vége felé. Mielőtt bármit is csinálnánk, összehangolódásképpen mondjuk el 7-szer az Om Nam mantrát, ami az univerzum maga tisztaságában mantrája. Om Nam. Om Nam. Minek jöttetek ide? Van, aki azért jött, mert úgy érzi, hogy valamiért megszólította a zen, van, aki azért jött, mert megoldást keres arra a szenvedésre, amit valakinek vagy valaminek az elvesztése által tapasztalt. Van, aki csak egyszerűen idehozott a lánya, mert azt mondta, hogy ez itt jó. Különböző motivációkból jövünk ide, de az igazi motiváció az mindig belül születik, ugye meg, mindig egyenként bennünk születik meg, és egyenként tudunk érte tenni valamit, és egyenként téve valamit elkezdünk csoportban is gyakorolni, és nagyon érdekes felfedezni ennek az egyén és a csoport összefonódásának a hasznát. Hogy az egyén mi mindent tud beletenni energetikailag a saját karmájából, a saját motivációjából egy csoportba, ahol ő, mint egyén átmenetileg akár így fel is oldódhat, meg is szűnhet, ugyanakkor meg mégsem vészel teljesen a csoportban, mert a csoport az támogatja annyira, hogy egyenként is az emberek azért emberek tudjanak maradni, és nem a massza. És ennek az egyensúlynak a fenntartása nagyon-nagyon fontos a mai világban, mert vagy túl vagyunk individualizálódva, amikor úgy gondoljuk, hogy csak nekem, csak én, először nekem legyen jó, aztán másodszor is nekem legyen jó, harmadszor is nekem legyen jó, vagy a másik oldal, amikor tényleg annyira irányíthatóvá és befolyásolhatóvá válhatunk, mint ember, massza, pontosan a vágyaink, pontosan a téves nézeteink, pontosan a téves azonosulásaink által, hogy akik ezeket az azonosulásokat utána kézben tartják, azok tartják kézben az életünket. És érezzük, hogy egyik véglet sem különösebben egészséges, és van bennünk, ami ezt szeretné, ennek a nyitját megtalálni, hogy hol is van az, mi is az, ami nem megy, nem jön, mi az, ami ezt az egészet látja, mi az egészet teremti, mi az, ami visszatér a gondolkodás elé, és ebben a pillanatban összefog múltat, jelent és jövendőt. És nem bűnhődi már meg a múltat s a jövendőt, hanem ebben a tiszta pillanatban tisztán látja, tisztán hallja, tisztán fogja fel a szituációt, tisztán terem kapcsolatot, és utána tisztán cselekszik, vagy tisztán érez együtt, azaz helyesen. És erre
ezeknek az elérésére kaphatunk itt a Zen templomban eszközöket, hangsúlyozottan eszközöket, mert itt nem tartalmat kaptok már. Miután megnéztetek X videót, ami nagyon élvezetes tud lenni, nagyon motiváló is tud tenni, de érezzük, hogy egy idő után ez nem elég. Érezzük, hogy idő után oda szeretnénk jutni már abba a teremtő pozícióban, egy idő után már nem elég, hogyha nekünk eljátsszák a zenét, egy idő után mi akarjuk játszani a zenét. És hogyha már tudjuk játszani a zenét, akkor pedig természetesen meg szeretnénk másokkal is osztani ezt a zenét. Ez ugyanaz, mint a nagy út, a bódhiszatva út, annak nem nagyon van vége, mert mihelyst valamit tisztán átláttunk, abban a pillanatban rájövünk, hogy mi, mint különálló egyén, eredetileg nem létezünk. És mi, mint különváló egyén, ami az egész univerzumtól független és szabad és létező, ilyen egyszerűen nincs. És amikor ezt észrevesszük, akkor azt is észrevesszük, hogy ennél fogva van. És ezek az éremnek mindkét oldalát általában nem szeretnénk megtapasztalni. Nem szeretnék észrevenni, hogy a fegyelem által lehet megteremteni a figyelmet. A figyelem által teremtődik meg az energiaösztpontosulás, és az energiaösztpontosulás, az energiakoncentráció által jutunk teremtő pozícióba. Hogyha mondjuk egy ilyen autó analógiát szeretnék mondani, hogy hiába nyomjuk a gáz, hogyha gyenge a futómű. Hiába viszont, hiába van egy nagyon jó kocsink, hogyha nem teszünk bele üzemanyagot. Tehát fontos az is, hogy energiát összpontosítsuk, ne használjuk el hülyeségekre, azaz helyes irányt adjunk neki, és fontos, hogy ezt ne pocsékoljuk el. Tehát egy életünk van, és ez az élet, ami itt összpontosul, ez az, amiből, ha lesz is még másik életünk, lesz másik inkarnációnk, akkor ezt innen teremtjük. Tehát ugye sokan azt mondják, jaj, de jó, hát itt akkor van reinkarnáció, akkor itt azért annak kiskaput, hogy most csináltok akármit, mert még lesz egy esély. Hát így ebben a testben, így ahogy vagyunk, nem lesz több esély. Sőt, két ugyanolyan pillanat sincs. De mit teszünk most azért, hogy ebből a világból, a mikrokörnyezetben és a makrokörnyezetben egy helyes, élhető, együttérző és szeretetteljes világot teremtsünk? Mit teszünk azért, hogy helyesen lássuk át ezt a világot, és mit teszünk azért, hogy ez a helyes látásmód által helyes teremtő pozícióba kerüljünk és segítsünk minden érző lénynek? Mikor kerülünk olyan pozícióba, amikor joggal segíthetünk más embereknek, és nem csak a saját vágyainkat, elvárásainkat, félelmeinket, projekciónkat vetítjük rájuk, és azt akarjuk segíteni, hogy ők is azt gondolják, amit mi. Ez nagyon nagy munka. Nagyon nagy munka ezeket felismerni, kihátrálni az énségből, és utána úgy cselekedni, hogy azzal ne erőltessük rá a világra azt, amit nem akar, viszont a helyes és szükséges lépéseket, hogyha kell, akkor tegyük meg. Ezt úgy fogalmazunk, hogy aki éhes, annak enni adjunk, aki szomjas, annak inni adjunk. Nos, így csapongóan az egynapos zen végén talán ennyi elég is. Itt most egy picikét ültetek, kétszer 40 percet, aztán előtte 35 percet. Ez vagy jó, vagy nem jó, vagy rossz, vagy nem rossz, de valami biztos, hogy történt. És hogyha a gyakorlat során valamiféle kérdések, akár gyakorlattal kapcsolatos, akár egyéb kérdések felmerültek bennetek, akkor szívesen fogadom a kérdéseket, és igyekszem tőlem telhetően megválaszolni őket. Van-e kérdés? A meditációknak az a célja, hogy az elménket lecsendesítsük, kvázi az egónkat, és hogy a csönddel megtaláljuk az önvalónkat,
akkor miért fontos az, hogy én most fekszem, térdelek, hanyat vagyok, a testhelyzet az miért fontos abban, hogyha ezt belül jól csinálom? A meditáció az tulajdonképpen nem lehet csinálni. És mivel meditációt nem lehet csinálni, nem lehet tenni, de meditatívvá lehet válni, tehát jelenlevővé, ahol a test, tehát a fizikailag, emocionálisan, gondolatilag, ugye pszichikailag egy helyben van a fókusz. Tehát úgy szépen egymásra csúsznak, és lesz egy ilyen átjárhatóság köztük, mint egy ilyen széfnek a különböző fogaskerekeit úgy állítanánk, hogy végre kinyílik a széf, és akkor eltűnik a széf. Ezt azért mondom így, mert a formát tudunk mi adni, amiben ez az egész kicsit biztonságosabban megvalósulhat. Egyébként formára alapvetően Sun Tzu zenmester is megmondta, hogy nem lenne szükség, csak az ember ragaszkodik hozzá. De mégis szükség van, mert például, hogyha túlságosan ragaszkodsz te ahhoz, hogy majd én megcsinálom így, majd én megmondom, hogy mi a nekem jó. Ha elemos vagyunk ilyen hozzáállással belecsúszni abba a hibába, hogy ilyen sufni tuningokkal dharma balesetet hozunk létre. És azt mondjuk, hogy ó, én már elértem, és úgy járunk, hogy hát akkor valami egyszer csak észreveszünk. Kénytelenek vagyunk fájdalmasabban észrevenni, hogy az, amit mi annak vélünk felébredésnek, megvilágos, stb., még a szavakat is alig merem kimondani igazi önvalónak, az csak ilyen lábak a kígyón, amit mi festettünk rá. És éppen ezért van, hogy van egy a hagyomány által ránk hagyott tiszta forma, ahol ez a jelenlét, ez a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat le tud tisztulni. És meg tudjuk tapasztalni legalább egy pillanatra. És ha legalább egy pillanatra, egy kötött formában megtapasztaljuk, akkor majd később, amikor nem kötött a forma, akkor valahol vissza tudunk térni hozzá a hétköznapok folyamán, ülve, állva, fekve, ébren, álomban, testben és testen kívül folyamatosan, megállás nélkül, megszakítás nélkül mi ez? Ugye, vissza tudunk térni. Amikor mosogatunk, mosogatunk, amikor sétálunk, sétálunk, és nem törjük ezer darabra a tudatunkat. Röviden a kérdésedre a válasz, nem muszáj, de szükséges, mert először, ugye, először a fegyelem, utána a figyelem, utána az energia, utána a szabadság, és utána a felelősség is egyszerre. Azt szeretném kérdezni, hogy most megtapasztaltuk, hogy milyen az egynapos zen, de hogy mennyit kell gyakorolni így folyamatosan, vagy mondjuk mennyivel különbözik ettől mondjuk egy 10 napos elvonulás, hogy lehet ezt az időt növelni, hogy többet tudjunk a jelenben lenni a pillanatban. Most hol vagy? Most itt vagyok a pillanatban. Na, már is nőtt az idő akkor. Ne csináljunk különlegességet a gyakorlatban, de ne vegyük félváról sem. Tehát az nagyon jó, hogy egy fél perc legalább, tehát hogy egy picit megütött ez a dolog, akkor már legalább van valamiféle motiváció, hogy valami mifélét keresel, de biztos lehetsz benne, hogy tévedsz. Tehát ne ragaszkodj a saját elképzelésedhez, a saját a tapasztalataid során kreált képekhez sem, de a tapasztalatodnak azért valamennyire higgy. És ez a tapasztalat, ez a pillanatról pillanatra jelenlevés, ez hát tulajdonképpen, ha kicsit belegondolunk, akkor más választásunk nincs is. Csak ezt valahogy szeretjük elsinkófálni. Hát szeretjük inkább, amikor eszünk, közben inkább tévét nézünk, amikor tévét néznénk, akkor eszünk, stb. Hajlamosak vagyunk. Nagyon nehéz a mai világban a figyelmünket, a figyelem energiánkat megtartani. Mindenki a figyelmünkre vadászik, és már magunk se tudjuk, hogy mennyi adatot jegyeztünk meg nap végére, mire végigmentünk az úton.
Tehát régen ugye évszámokat éreztek, most már brendekkel van tele, és akciókkal, és ilyesmikkel a tudatunk. Szóval nem kell ebből különlegességet csinálni, hogy a gyakorlatilag ez megjelent, és egyébként mikor legyünk jelenlevők. Azt a tapasztalatot nyugodtan használd a hétköznapokban, akkor, amikor te gépészmérnökként átnézel egy tervet, vagy bármi, amit csinálsz, és akkor tudod igazából használni ezt a dolgot. Tehát nem kell ezt a tisztánatást, hogy akkor én most a szamádiban akarok ülni órák hosszat, és mélyen, és közben körülöttem tombol a világ, de én ülök, mint egy szálfa. Nem kell ilyesmiket, nem ez a lényeg. Az, hogy te csinálod, az, hogy te gyakorolsz, az, hogy már eljöttél ide, az már az 51% megvan, hogyha pedig úgy érzed, hogy ez érdemes, akkor építs be az életedbe valamilyen rendszerességgel. Tehát naponta fél óra, óra, ahogy neked jó. És így szépen, lassacskán, pontosan, szépen, hogy egy csillag megy az égen, épül a gyakorlatod is. Ne siess, de csináld. Köszönöm. Egyéb kérdés? Ez az ajánlatos, hogy borulás, éneklés, meditálás, de mondjuk mi van akkor, hogyha épp zaj van, és akkor csak a borulás és vagy a borulás és éneklés tudom megcsinálni, vagy épp pont csöndben kell lenni, és akkor csak a meditálás rész, szóval, hogy mennyire fontos, hogy rendszeresen ugyanúgy építsem be az életembe, vagy lehet az, hogy épp amire alkalmam van, azt csinálom. Hát ha van az úgy, akkor legyen az úgy. Tehát ha rendszeresen már megvan egy rendszer, hogy tudod, hogy te mit szeretnél csinálni, akkor onnantól már attól a rendszertől te el tudsz, főleg ha az a te rendszered, mert te építetted, attól el tudsz térni, és nem baj, ha eltérsz. Tehát mivel tudod, hogy valószínűleg megtapasztaltad, hogy azért ez a három ez egymás mellett úgy jobb, de azt persze el tudod dönteni, hogy éppen, hogyha valamelyiket nem tudod csinálni, átmenetileg valószínűleg nem ebből lesz a rendszer, nem a kivételekből lesz a rendszer. És akkor persze, lehet egyszer mondjuk kihagyod a leborulást, máskor az éneklés marad ki, de egyébként meg ha zaj van, akkor nyugodtan ülj, zajban a legjobb, tehát könnyebb, bizisten. Sosincs egyébként csend, de hogyha látszólag csend van, akkor lesz igazán nagy zaj. Akkor veszed észre ezt a zajt. Az is ülünk csendben egyébként, egy hölgyel is távozott, azért túl nagy csend van neki itt. Azt hiszem, azért nem, ő inkább így kinyílt. Hát mondjuk köszönjük szépen, itt ezt az eszközt használjuk, pontosan azért, mert a csendben és a kissé izolált, tehát ilyen érzékfosztott környezetben, akkor a belső teremtés egy kicsit jobban megmutatja a fogafehérjét, hogy mik azok a gondolatok, érzelmek, amik mindig ott vannak, csak kívül úgy szépen az úgy picit elhomályosítja, és azt mondjuk, hogy nincsenek is. Persze, mikor action van, mikor jelen kell lenni, mikor krízis van, akkor azok fognak érvényesülni, ami bennünk van, nem azt, amit rájuk hazudunk. De itt, hogyha megszólal egy puska az erdőben, az használt fel a gyakorlatodhoz. Ha otthon, a szomszédban metálzenekar tombol, használt fel az ülő gyakorlatodhoz. Azt, hogy a másiknak támaszkodj neki, és úgy találd meg a saját energiáidat, saját függetlenségedet. És hogyha már van egy gyakorlatod, akkor csak csináld. Tehát jobb az, hogyha néha kihagyod, és csinálod, mint hogyha azt mondod, hogy inkább akkor most ezt az egészet hagyom a francba, és akkor eltelik egy nap, eltelik két nap. Ma sem tökéletesek a körülmények, nincsenek tökéletes körülmények, ezért gyakorolunk, hogy a nem tökéletes körülmények közt a nem tökéletes lélek a tökéletességre való törekvéssel, de annak kudarcának eleve elfogadásával együtt törekedjen minden lénynek segíteni. Egyéb kérdés? Úgy vettem észre, hogy te a fókuszt és a meditációs állapotot, mint hogyha
egy azon fogalom alá tenni. Jól értettem? Mert nálam ez nem ugyanaz. Én úgy kezdtem ezt az egészet, hogy fókuszáltam. És utána megszűnik ez az állapot, és csak így lebegek a semmibe. És én erre gondolok, hogy ez a meditáció, meditatív állapot, amikor bár hallok már messziről, de már nem zavar, hanem vagyok a semmibe, de már a fókuszról is lejöttem. Tehát nem fókuszálok, nem is gondolkodom, hanem, de ezek csak szavak. És szeretném tudni, a szavak mögött mi van. Igen, ezek csak szavak. Azt mondod, hogy nem gondolkozol, ezt én nem hiszem el engedelmeddel. Az, hogy különböző módszerek vannak, én a többi módszert nem feltétlenül látom, mert nem, lehet, hogy nem próbáltam ki annyi módszert, mint te. Amit látok, hogy intellektuálisan jelen pillanatban beleakadtál, mint a fogalmakba és szavakba. És az, hogy az egyik formában, tehát egy ilyen csészéből is meg lehet inni a vizet, meg egy hosszabb, egy üvegből is, vagy egy palackból is meg lehet inni a vizet, az nem azt jelenti, hogy az üveg az jobb, mint a palack. Teszem azt. És az, hogy a fókuszálás az, vagy a jelenlét az, vagy hogy mitől, egyáltalán mi az, amitől ez az egész lehetségessé válik, az nálunk egy technika, ezek mind technikák. Te is technikákról beszéltem, én is technikákról beszéltem. Tehát ülünk, egyenesen ülünk, mozdulatlan test, utána mozdulatlan tudat, meg majd hogy szedjük össze. Az, hogy harmadik szem, nem harmadik, mi a tantjánra fókuszálunk. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan technikák, ahol harmadik szemre mi nem azt használjuk, sőt, ugye, hogyha nagyon fenn van az energia, igyekszünk visszavinni a tantjénbe, hogy ne gondolkodjuk túl. Ne szedjük három felé, vagy négy felé azt a választ esetleg, amit kapunk, hanem vigyük vissza az egybe, sőt, vigyük vissza az egy elé. Ide. És ha ebben a pillanatban ezt megtapasztaljuk, akkor onnantól fogva a tapasztalatot nem helyettesítheti semmi. Az, hogy ezt fegyelemmel, mivel értük el, milyen formával értük el, szinte mindegy is. Utána viszont hogyan működik? Az nagyon fontos. Hogy mennyire gondolkozunk szét, mennyire analizáljuk szét, mennyire akarunk mi a legjobb meditációs technikát használó emberek lenni. A másik ki miért kevésbé jó, mint az enyém, és belemegyünk egy ilyen kis játékba, amit megint csak egy normálisabb tanító egy ütéssel szokott el, vagy a tudatra, vagy hogyha a tudatra már nem megy, akkor néha a tesztre mikor, hogy elintézni. Tehát csak csináld, és ne gondolkozz róla, és ne hozz létre fals célképzetet, és ne hozz létre, ne hasonlítgasd, és ne csekkold a gyakorlatodat, hanem csak csináld. Nálunk ez vagy csak csináld. Kérdezhetek még egyet? Még egyet, de az már nagyon drága. Tudtak mondani, hogy durzsol a fejed egyfolytán, mit ne felejtsek el, miért így csináltam, miért ezt mondjam, miért nem úgy reagálom, és ezek megszűnnek. De csak rövid időkre, egy pár percre valószínűleg. De nem... Most nem úgy tűnik, hogy megszűnnek. Hát nem, mert most kérdezek, most persze. Most rengeteg gondolat van a fejemben, amiket kérdezhetnék tőled, csak ugye gondolom idő hiányában nem. Tehát a lényeg az, hogy és nem a cél. És használod ezeket a gondolatokat? Melyiket? Bármelyiket. Tehát az, hogy rengeteg gondolat van a fejedben. Most kérdések. Én rengeteg gondolattal válaszolnék neki, neked, akkor ezt hogyan segíteni? Hát ez is csak egy kérdésem lenne többek között. Van vagy 50, hogy én ezt nem értem, hogy ez mi. Azt se értem, hogy mi ez. Mi az, hogy mi ez? Az nagyon jó. Nem érted jó, ha nem tudod, a még jobb. Ez a mi ez. Tudom, tudom, hogy nagyon jó, csak ezzel nem megyek egyről kettőre. Márpedig az úton szeretnék járni. Ha el nem érem, akkor is. Az engem nem izgat, hogy elérem vagy sem, csak járni szeretnék rajta. Nagyon sok az én így szerintem, és ezekre érdemes rálátni. Tehát kicsit elcsendesedni és rálátni, hogy mennyi az, hányszor fordul gondolataidban, beszédedben, magatartásodban, mennyire csinálsz a saját gyakorlatodból különleges gyakorlatot. Úgy nézem, hogy erre hajlamos vagy. Mit jelent az, hogy különleges? Az, hogy meditálok egy naponta, meditálok? Az különleges feladat?
Nem értem, mire gondolsz. Az, hogy te, az, hogy neked, az, hogy számodra, az, ja, hogy szerinted. Én. Ez az én döntésem. Az, hogy én. Ez, hogy mennyire építesz bele, mennyire az énségedet építed a gyakorlat által, és utána mennyire a gondolatokat táplálod vele, ahelyett, hogy elvágnád a gondolatokat. Ezt most erről a módszerről beszélek, amit ma hozzávetőlegesen egy kicsit talán megérintettünk. Nem a többiről. Itt visszatérünk a gondolkodásra, és elvágjuk a gondolkodást. És igyekszünk, ez adja meg a kiskaput, ez adja meg azt a pillanatnyi térszerű, tükörszerű lehetőséget, hogy a szerintem, az én, a stb. Egy pillanatig így a fájtlát fellobbantsa, és azt lássuk, ami van. Hogy az ég kék, a fű zöld. És innen induljunk ki. Ne a már megépített gondolati, érzelmi véleménymintákból. Mert az, hogy ide eljöttél, valószínűleg jelöl egy olyasmit, hogy azok a minták valamilyen szinten nem működtek megfelelően. Menjünk oda, ami teremti ezeket a mintákat, ezt keressük. Más helyzet. Egyéb kérdés? Arra lenni kíváncsi, hogy a 10 napos zen, az elvonulás, az mennyiben különbözik az 1 napostól? Tehát, hogy igazából milyen gyakorlatok vannak még, amivel lehet gyakorolni? Egy, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem fogod ezt erre a válaszra megkapni mástól. 10 napos zenen belül is minden ülés különbözni fog egymástól valószínűleg, és általában a különböző elvonulások során és a különbözőként fogod megélni azt, ami történik. De nem tudom én neked ígérni, hogy 10 napos zenben mi fog történni. Feltehetőleg legalább 2 nap, de inkább 3 nap, amíg ez a nagyon-nagyon nagy zaj elül, ameddig jobban szenvedsz egy kicsit fizikailag, egy jobban szenvedsz egy picit belül is, akkor, mikor ez a zaj elül, és már elkezdesz úgy talán ülni, nem tudom, hogy a térded mennyire jó, mennyire nem jó. Hogyha nem jó, akkor 3. nap után már nagyon kezd fájni, lehet, hogy akkor másképp fogsz ülni, viszont akkor kezdődik ez a repülőmagasság, amikor már egy picit így mélyebben bele tudsz menni a gyakorlatba. És ez folytatódik. És akkor elkezded számolni a napokat, és akkor, mikor a vége fele közeledsz a 10 napon belül, akkor így, akkor már kezd végen, és akkor kicsit kezdesz felengedni. De ezt nem tudom garantálni. Tehát az első pillanattól kezdve, ha beleteszed az energiát, ez nagyon fontos, hogy ne várjuk el a gyakorlattól, hogy helyettük elvégezze a munkát. A gyakorlat az egy módszer. Nekünk kell végezni a gyakorlatot, és nekünk kell beletenni az energiát, és akkor tudunk energiát kinyerni belőle. Az, hogy így ülünk, és az, hogy lefele nézünk, és az, hogy mahamudrába tesszük a kezünket, ez még önmagában nem garancia semmire. Tehát közben tudunk gondolkodni, tudunk dalolgatni, tudunk receptkönyvet írni, és nem veszük észre, hogy nem ezért jöttünk ide. Hogyha ezt észreveszünk, akkor visszatérünk megint a gyakorlathoz, vissza, újra, 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 és akkor egyszer csak valami visszaigazol bennünket, nem tudni mi. És akkor tovább csináljuk. Ez olyan, mint a hangszernél is általában nem a gyakorlat közben veszed észre, hogy működik a dolog, hanem gyakorolsz, egyszer csak úgy ébredsz, hogy valamiért a gyakorlatok valamelyest beértek, és könnyebb, és tudod használni azt, amit gyakoroltál, és úgy érezted főleg az elején, hogy ez lehetetlenség. Így lefogni egy gyakorlat, vagy úgy lefogni egy izét. És utána pedig annyira egyszerű, hogy nem is tudod már, hogy hogyan nem tudtad előtte ezt, és hogyan nem tudtad ezt használni, és úgy szeretnéd megosztani az emberekkel, és úgy szeretnéd elmondani, hogy figyelj, ez ennyi, ne gördíts akadályt elé, és akkor meg tudod csinálni. De hát ugyanonnan kell nekik is indulni. Próbáld ki, annyit tudok mondani.
8 éve tanulok gitározni, de még nem tudok. Még egyet tennék hozzá. Én 30 éve is ugyanígy vagyok, úgyhogy akkor érted, miről beszélek. Jó, köszönöm. Az énekes könyvben az énekeket mennyi idő után lehet tudni, mert nem tudtam követni. Egyszer, kétszer, tehát ha eltévedtem, nem találtam vissza. Hát igen, amikor először jöttem gyakorolni, még Budapesten volt a Bajza utcán, valamiért elfelejtettek nekem szólni arról, hogy itt éneklés is lesz. Elmondták az ülőgyakorlatnak a formáját, én vártam, hogy jó, akkor ülök, én is azt hittem, hogy akkor itt most ez a meditáció, ugye? És akkor kiosztottak én énekes könyveket, és még oldalszámot sem nagyon mondtak, aztán látták, hogy azért nekem kellene, és elkezdtek ilyen nyelven, amit utólag tudtam én is meg, hogy sino-koreai, meg szanszkrit, ami fonetikusan le van magyarul írva, és aztán, amikor eljöttem elvonulásra, hogy délben, meg egy órán keresztül énekeltünk, mert ott csak egy fél órán keresztül, és akkor hogy lehet ezt így követni, és hogyha követed szépen, oda teszed magad is a figyelmet, egy idő után magadtól tudod követni az egészet. Megtanulod a ritmusát, ugye moktakkal ütjük a ritmust, a tagolását, és a dallam az nem egy ördöglakat, az azt hiszem eddig kiderült, és akkor bele tudsz csöppenni, és úgy a jó, hogyha egyszerre hallod a saját hangodat is, és a közösségét is. Tehát, hogy annyira tolod, hogy mindenkit elnyomsz, az se jó. De annyira piszmogsz, hogy a saját hangod már nem is hallod, az se jó. Tehát nagyon jól meg lehet ezt az együttrezdülést. Azért is mondtuk most például ez Om Nam mantrát 7-szer, mert az valamiféle ilyen összeköttetést létrehoz. Bár nem egy koncert, de azért mégis valamilyen féleképpen összehangol bennünket. És éneklése is nagyon jól össze lehet hangolódni a térrel és a többiekkel, és hogy mennyi idő, szerintem már két alkalom után már rájössz az egésznek a csíziójára, aztán utána rajtad múlik, hogy ezeket mennyire tanulod meg. Én nem szeretek magolni, én a mai napig szintén olvasom a legtöbb éneket az énekeskönyvből, és ennyi. Az, hogy az Om Namot mondjuk, annak nincs jelentősége, ahogy valaki azt fordítva mondja, hogy Aum. Hát mi az Om Namot mondjuk? Eleve ugye egy Aum, van itt mi Omot mondunk, és eredetileg ugye Aum, tehát az A a teremtő, az U a megtartó, az M pedig a továbbító, vagy mediáló, vagy pusztító akár. Igen. Az, hogy melyik rezgés, tehát az A elvileg az legalábbis az indiai hagyományban, amit mondott, az A az lent rezeg, hajma, U az inkább is fenem, és az M az meg orrhegy, vagy akár harmadik szemnél. Ez tulajdonképpen tapasztalat kérdése, tehát tedd bele azt az energiát, amit csak tudsz, mi itt lent rezgetjük, ha lehet a mantrákat. Tehát mi tantián bepakoljuk az energit. Ez az egyik út. Az, hogy mennyire aumos, ommos, az is azon múlik, hogy te magadnak hogyan tapasztaltad ki, mint az is, hogy hogyan ülsz, hogy hogyan tudod úgy elrendezni a saját testedet, hogy legkevésbé fájjon. Az, hogy úgy mondod, hogy om nám, egy idő után, hogy minél jobban el tudj tűnni ebbe a rezgésbe. Állítólag a szanszkritnél a rezgés, mert minden rezgésből születik, ugye a rezgés, a tartalom és a funkció azok így összecsengnek nyelvi szinten. Én ezt nem tudom, mert nem tudok szanszkritul. De azt tudom, hogyha minél jobban, hogyha beleállunk bármelyik mantrába, akkor az már egy olyan éntelenedési folyamatot be tud indítani, attól függetlenül, hogy annak mi a tartalma, mi az energetikája, mi a jelentése, ami már a gyakorlatnak már jó. Ugye Sun San Zen mester mondta, hogy mondhatnánk folyamatosan azt is, hogy Coca-Cola. Bármit mondhatunk, az, hogyha egy helyben tartja a tudatot, az már jó. Az, hogy utána amellett még milyen tartalma van, azt meg mindenki megtapasztalja. Előbb-utóbb így vagy úgy.
Tehát, hogyha te... Nincs jelentőség, hogy... Hát, hogyha együtt vagyunk, akkor csináljuk úgy, ahogy a többiek. És ez fontos, hogy te szempontodból különösen, amikor együtt működsz emberekkel, vagy próbálsz együtt működni, akkor légy együtt. Evidens, persze. Akkor harmóniában a többiekkel és a szangával együttműködve a gyakorlatot folytasd úgy, hogy az mindenkinek és saját magad használ, és egyszerre legyen. Az ürességtől való félelmünket sokszor haszontalan megjegyzésekkel kitöltjük, és nagyon rettegünk a csendtől. Hál' Istennek az elmúlt néhány másodpercben ezt a csendet sikerült megtartani, és ezek a csendek, mint hogy a zenében is a csendek a nagyon-nagyon fontosak, ezek a csendek, ezek nagyon-nagyon sokat tanítanak nekünk. Én kívánom mindenkinek, hogy a zajban találja meg belül a csendet, és a zaj közt találja meg a jelet, és így találja meg az utat, és érjük el együtt a felébredést, és segítsünk minden érző lénynek. Köszönöm szépen!